Sziasztok! Szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek az orosz stratégiai bombázásokkal kapcsolatban, iráni drónok, iráni balisztikus rakéták. Ha követjük az ukrán hivatalos narratívát, ami tulajdonképpen a nyugat hivatalos narratívája is, akkor tulajdonképpen nincs semmi ok aggodalomra. Oroszország szépen lassan kifogy a hosszú távú csapásmérő eszközeiből, és a probléma megoldódik magától. Ennek a bizonyítéka az, hogy Oroszország rá van szorulva iráni drónokra, iráni eszközökre, mert a saját eszközei elfogytak. Na már most föltevődik a kérdés, hogy valóban ez a helyzet. Én úgy gondolom, hogy lehetséges itt egy teljesen más olvasat is. Egyszerűen arról van szó, hogy az ukrán léttér telítve lett, vagy legalábbis szépen lassan telítődik egyre modernebb légvédelmi eszközökkel, és az orosz cirkáló rakétáknak pedig egyre nehezebb áthatolni ezeknek a légvédelmi eszközöknek a záróvonalán. Az oroszok szempontjából kár elpazarolni nagyon drága cirkáló rakétáiknak az 50%-át ahhoz, hogy csapást sikerüljön mérniük egy ukrán létesítményre. Sokkal észszerűbb anyagilag vásárolni olcsó iráni eszközöket, amik talán sokkal butábbak, sokkal low-tech-ebbek, viszont a munkát éppen úgy elvégzik. Sokkal olcsóbb feláldozni az iráni drónoknak az 50%-át, mint feláldozni költséges orosz cirkáló rakétáknak az 50%-át. Most mit látunk továbbiakban? Azt látjuk, hogy Ukrajna fölszerelkezik egy sor nyugati eszközzel, amik igen hatékonyak lehetnek abban, hogy megvédjék Ukrajnának a hátországát, meg a harcoló csapatokat is ezek ellen a dróncsapások ellen. Látjuk az oroszokat, hogy már felkészültek erre a nyugati válaszra, és beszereztek Irántól rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amik ellen a NASAMS, meg az IRIS és a hasonló nyugati rendszerek, amiket Ukrajna most beszerez, egyáltalán nem, vagy csak igen-igen kevésbé hatékonyan. Tehát mit akartam ezzel hosszú elmefuttatással mondani? Azt akartam ezzel mondani, hogy a háború az nem csak egy katonai elmélet, hanem van mögötte egy technológiai elmélet is, van mögötte egy gazdasági elmélet is. És amit most látunk az oroszok stratégiai bombázása Ukrajnában iráni eszközökkel, az gyakorlatilag egy gazdasági modell, és nem egy katonai modell. Ti mit gondoltok erről?